Az ügyészség indítványa szerint a férfi 2023. szeptember 23-án Diltájban édesanyja tiszaföldvári ingatlanába tartózkodott. Édesanyja, két féltestvére, egyik féltestvérének barátnője is a férfi unokaöccse társaságában. Az ittas állapotban lévő férfi akkor összeveszett édesanyjával és unokaöccsével. A férfi a korábbi családi konfliktusok során az ingatlan felgyújtásával fenyegetőzött, és szándékát nyomatékosítandó benzines kannát és benzint vásárolt, majd molotov koktélos üvegeket is készített az ingatlan alsó épületében. A férfi az általa gerjesztett veszekedés után dühében az udvarra ment, ahol meghallotta, hogy édesanyja a házban valakivel telefonál, amelyről azt feltételezte, hogy a rendőrséget értesítik. Ekkor a férfi az alsó épületben magához vette az általa korábban vásárolt 5 literes benzinnel teli marmonkannát, majd a teraszon a kannából mintegy 3 liter benzint locsolt a ház külső falára, miközben azt hangoztatta, hogy mire a rendőrök kiérnek, felgyújtja a házat. A férfi unokaöccse a cselekményt észlelve kivette a férfi kezéből a marmonkannát és a maradék benzint a földre kiöntötte. Ekkor azonban a férfi egy öngyújtót vett elő a zsebéből, melyet megpróbált meggyújtani, azonban többszöri próbálkozásra sem járt sikerrel, majd az öngyújtót el is ejtette, amit unokaöccse így el tudott tőle venni. Rövidesen ezután érkeztek a helyszínre a szomszédból értesített rendőrök, akik a férfit őrizetbe vették. A járási ügyészség azért indítványozta a férfi letartóztatását, mert a kiszabható büntetés nagyságára figyelemmel fennáll szökésének, elrejtőzésének veszélye, továbbá a cselekmény elkövetésének jellegére is, indítékára is figyelemmel fennáll annak a veszélye is, hogy szabadlábon hagyása esetén az eljárás tárgyát képező bűncselekményt folytatná. A rokonok kapcsolatok miatt fennáll továbbá annak a veszélye is, hogy a tanúk befolyásolásával a bizonyítást megnehezíteni. A döntés ellen a gyanúsított fellebbezett.